Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a szülőket, hozzátartozókat, kollégáimat, régi jedlikes diákokat és minden kedves vendégünket a Jedlikányos Gimnázium szalagavat ünnepségén. Köszönöm, hogy Tóth János tankerületi igazgató úr és néhány már nyugdíjban levő kollégánk is megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Külön köszöntöm az este főszereplőit, az iskolánk végzős évfolyamának diákjait és osztályfőnökeiket. Az A-osztályt, akik a 8 évfolyamos képzésre járnak, és dr. Bonhartné Hoffmann Ildikó tanárnőt. A hagyományos 4 évfolyamos gimnazistákat, a Béseket és Farkas Andrea tanárnőt. A C-osztályt és Ériné Gerencsi Rágnes tanárnőt. A Déseket és Tóth Andrea tanárnőt. Valamint az E-osztályt és Zöld Péter tanárurat. Egy indiai mondás szerint a múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék. Emlék, titok és ajándék. A felvételi vizsga a Jedlikbe, az első napok izgalmai, sikerek, nehéz pillanatok, az elvárások, barátságok, szerelmek, a kirándulások és a közös programok nagy része már emlék. Az A-osztály 8 év alatt meg annyi emlékre tehetett szert. Ötödikben a hagyományos betlehemes előadás előtt az egyik főszereplő izgalmában hány ingerrel küzdött, vagy talán alul is maradt. Egy másikuk pedig az első mondatánál hullajtotta el az egyik fogát, így az osztályfőnök ugrott be helyette. Az első nyári kiránduláson a fiúk meglepetést ígérve áthívták a lányokat, akik látszólag egy üres szobába érkeztek. A következő pillanatban a fiúk egyszerre rontottak ki a szekrényekből, és a sokk az egyik kislányt jelentősen megviselte. Eltelt 8 év, és most 12-ben hasonló hatások érték őket, és egy bölcsész osztályfőnök azonnal észreveszi az irodalmi művekből jól ismert keretes szerkezetet. A bécsi Práter eszközei ugyanis újra előcsalogatták a hány inger érzését. A horrorházában pedig a fűrészes gyilkos előli menekülés a síró görcsöket. Az osztálytermük az igazgatói iroda fölött van. Egy délután tartós dübörgés miatt felmentem. Két fiatalember azt közölte velem, hogy ők csak szendvicset ettek. De én sehol nem láttam a kőtömbnyi morzsákat, aminek betudtam volna a zajt. Tudni kell, hogy ez még az osztály kétkerekű gördeszkázós korszakában volt, amikor a bútorokba kapaszkodva próbáltak a deszkán és talpon maradni. És úgy egy hónapja, korán reggel fodrászszalonná vált az osztályterem. Lágy muzsika szólt, érdeklődők tábora figyelte az alany frizurájának alakulását, vállán lepedő, hogy ne legyen hajas, de a végén kiderült, hogy a lepedő alatt az egész test és a karjai is ragasztó szalaggal voltak plusz betekerve. A lepedő könnyen lejött, a szalag már nem. Vélhetően nem gondolkodnak az ötlet szabadalmaztatásán. A Bések különleges társaság, igazi jó gyerekek, ahogy osztályfőnökük elmondta, soha nem volt balhé. A rockzenekar péntek délutáni koncertjei miatt a környező házakból gyakran betelefonáló lakók, vagy a piacosok könyörgése az ablakok zárva tartásáért nem a balhé kategóriája. De a rocker külső mögött kultúrára éhes szívek dobognak, sem szél, hideg, hó, de még a színházépület hiánya sem tudta őket meggátolni abban, hogy meg annyi színházi élményre tegyenek szert. Talán megedzette őket az első két alkalom, amikor
a nép ellensége és a Hamlet előadásán azt látták, hogy a rendezésnek megfelelően az emberi szükségleteket is a színpadon végzik. A cések többször törtek borsot az osztályfőnökük óra alá, de különleges érzékkel mindig elsimították a dolgot, és értettek ahhoz, hogy hogyan vigasztalják meg a tanárnőt. Éppen egy kiadós szidás volt kilátásban az osztályfőnöki órán, de amikor a tanárnő belépett az osztályterembe, és meglátta, hogy mind a 32 tanítványa kezében egy szál rózsa van, minden haragja elillant, sőt, el is érzékenyült. A pedagógus napra kapott virágcsokor fényképét azóta is őrzi. A D-ben állítólag van egy-két olyan diák, aki néha nem készül fel a dolgozatokra, és ilyenkor a puskázás mindenféle válfajával próbálkozik. Egyik tanárnőjüket ez különösen megviselte, de kaptak a gyerekektől egy stresszlabdát, hogy a dolgozat iratások közben azt szorongathatja. Tizedikben véletlenül a műpában beültek egy óvodásoknak szóló előadásra, de hamar felvették a ritmust, és ők is ügyesen kántálták az ovisokkal együtt az Usmus Kobolduszt. Ők is nagyon rendes társaság, itt senki nem dohányzik. Természetesen a kirándulásokon sem. Ezért is volt roppant furcsa, hogy hogy került az a rengeteg csík a teraszuk alá reggelre, de hamarosan megszületett a megfejtés, nyilván egy másik társaság dobálta oda, hogy rájuk terelje a gyanút. Sajnos a diákszállásokon sem válogathatja meg az ember a szomszédait. Tudomásom szerint ők az egyetlen osztály eddig, a Jedlik történetében, akik majdnem találkoztak Arnold Schwarzeneggerrel. Ehhez csupán a balatoni táborból, a füredi strandról valahogy el kellett volna jutni csopakra, de ők inkább röplabdáztak. Az elsők osztálytermében mindig elromlott, széttört vagy tönkrement valami. A tanári asztal bizonyult a leggyengébb láncszemnek, többször is javítani kellett, pedig a gyerekek nyilván nem bántották, lehet, hogy még rá sem néztek. Az utolsó ilyen balesetnél úgy döntöttek, hogy maguk oldják meg a dolgot. Másnap reggel behoztak egy hatalmas szerszámos ládát, és hárman-négyen összetákolták az asztalt. Az osztályfőnök szerint azóta hibátlan. A teremdíszítés fogalmát sajátosan értelmezték, a folyosókról, aulából, más osztálytermekből képeket, növényeket halmoztak fel maguknál, és azt gondolták, hogy ez így rendben is van, és kész. Hát a környezet reakciója után mindent visszavittek szépen a helyükre. Balatonszárszón a panziós Endre bácsi hiába magyarázta el világosan, hogy vigyázni kell a kosárlabda palánkokkal, mert el vannak korhadva, valaki úgy döntött, hogy mégiscsak ki kellene próbálni. Rendezték a kárt, és állítólag újra szívesen látják őket a táborban. Gondolom a másik palánk miatt. De emlék még a rengeteg tanítási óra, felkészítő foglalkozás, szakkör, amelyek során igyekeztünk átadni nektek minden olyan tudást, amire a későbbiekben szükségetek lehet. Próbáltunk segíteni abban is, hogy kiderüljön, miben vagytok a legtehetségesebbek, melyik az a hivatás vagy foglalkozás, ami a legközelebb áll hozzátok. De hogy mit hoz a jövő, hogyan sikerül az utolsó tanév, az érettségi és felvételi vizsgák, hogy melyik felsőoktatási intézményben tudjátok folytatni a tanulmányaitokat, egyelőre mindannyiunk számára titok. Titok, hogy milyen elvárásokat támasztanak majd felétek, hogy milyen nagykorúnak lenni, és egyre több felelősséget vállalni a saját sorsotok iránt. Nem titok viszont, hogy mi addig is igyekszünk a segítségetekre lenni. 73 tanítási nap van még rendszerezni és bővíteni a tudást. A mai este, ami itt történik, ajándék. Egy nagy múltra visszatekintő ünnep, ahol végzős középiskolások,
maturanduszokká, avatandókká, vizsgát tenni készülőkké válnak. Ajándék a kis kék szalag, amelyet hamarosan osztályfőnökötök tűz majd fel. Olvasható rajta az iskola neve és két évszám, a tanulmányok kezdésének és befejezésének a dátuma. Titeket is arra kérünk, hogy viseljétek büszkén és az iskolához méltó módon a szalagot. És ajándék az osztálytánc és az évfolyam keringő, amire olyan sokat készültetek az elmúlt időszakban. És persze utána a bál, amikor családtagjaitokkal, szeretteitekkel táncolhattok. A Jedlikányos Gimnázium 70. szalagavató ünnepségén mindannyiunknak szép ünnepet, felejthetetlen emléket, hőn áhított titkot, csodálatos ajándékot kívánok!